Gyerekek, egyszerre ott van bennük a múlt és a jövő. Rátkán nincs olyan iskolás, akinek nagyszüleit, dédszüleit ne érintette volna a falu 20. századi történetének legfájóbb eseménye. 72 év. Ennyi telt el azóta, hogy Rátkán az iskola kapuját bezárták, és ezzel elkezdődött 212 ember éveken át tartó kálváriája. Minden nemzetnek megvannak a gyásznapjai. Rátkának van még egy. 1945. január 23-a. Mindig mondták, skóra domoly, skóra domoly, hogy hamar hazamentek. De ez a hamar nem volt hamar, az nagyon sokáig volt még. Csak mindig azt mondták volna, hogy itt Magyarországon megyünk valamit eltakarítani. Hát ott kellett mindent eltakarítani. Idő kellett ahhoz, hogy beletörődjek, hogy most már otthon vagyok. Mindig attól féltem, hogy kiabál az orosz, hogy felkélni. Dolgozni jó, aludni nem jó. Az volt az ébresztő. Azt mondta, mikor hazajöttem, ne is álmodjak sose arról, hogy ott voltam. De nem is álmodtam, most meg annyit kell beszélnek. Jó, egy Istenem, inkább sírnék sose, mint... ...1990 után, miután már azért hallani lehetett erről a történetről, foglalkoztatott a gondolat, hogy fel kellene ezt a történetet dolgozni, mert tudnilik ez Rátka 20. századi történetének legnagyobb katasztrófája. Egy ilyen tragédia, egy ilyen esemény ennyi embert még soha nem érintette meg, mint ez a Málenki robot, mint ez az elhurcolás, hiszen több mint 200 embert, egészen pontosan 212 embert hurcoltak meg, és ebből 30-an ott is maradtak, meghaltak. Sok év kutatómunka, rengeteg beszélgetés, egy lelkes történész kíváncsisága és szülőfaluja iránti szeretete kellett mindahhoz, hogy az évtizedekkel ezelőtti történéseket valamennyire megismerjük. Mai napig csak kevés adat, dokumentum áll ugyanis rendelkezésre. Az elhurcolásról, a táborokban átélt dolgokról hosszú éveken keresztül nem lehetett beszélni. Senki nem mondhatta el fájdalmát, megpróbáltatásait. A kényszerű hallgatás eredménye, hogy a mai napig nincs a köztudatban, hogy a II. Világháború utolsó napjaiban, illetve az azt követő években hány százezer ártatlan civilt hurcoltak el, ítéltek el, s tűntek el nyomtalanul kényszertáborokban. A történelemkönyvek adóssága is vitathatatlan, mindössze néhány sor említi a Málenki robot fogalmát. Szia, Virág! Vagy állsz a Töri házival? Pont azért hívlak. Azt már tudom, hogy sváb származásuk, meg németes hangzású nevük miatt hurcolták el őket, de Dédi azt is mesélte, hogy hogyan gyűjtötték össze őket, és hogyan terelték el őket szerencsre egészen a bíróság épületét. De jó neked, hogy él a Dédi, de se tudja ezeket mondani. Képzeld, ő megszökött a bíróság udvaráról. Elmesélte az egész sztorit. Ki is elmehetünk megnézni. Szuper, ez nekem is lenne kedvem. Ismersz valakit Rátkán, aki átélt ezt az egészet? Igen, Rózi nénit. Őket is megkérdezhetnénk a dolgokról. Na de akkor most szólok Leilának. A II. Világháború az emberiség történetének legkegyetlenebb, legtöbb áldozatot hozó háborúja volt. Az első olyan háború, amely a polgári lakosság körében több áldozatot szedett, mint a frontokon.
A szenvedések mértéke, a pusztulás minden eddigit felülmúlt. Politika, közvélemény, nagyhatalmak egyetértettek abban, hogy ez nem maradhat büntetlenül. Megkezdődött a háborús bűnösök perének előkészítése Németországban. A többi háborúban sújtott országban is megkezdték működésüket a népbíróságok. A közhangulat egyértelműen német ellenes lett. Az emberek gyanakodva nézegették német anyanyelvű polgártársaikat, akikkel eddig súrlódásmentes volt a kapcsolatuk. Lassan körvonalazódott a német nép kollektív bűnössége. Ennek esett áldozatul a többnyire svábok lakta Rátka is. Magyarország a II. Világháborút követően a szovjet érdekszférába került, ezért a szovjetek megszállási területe lett. A Vörös Hadsereg, amely még 1944. szeptemberében lépett Magyarország területére, december 22-én adta ki a parancsot, ami elrendelte, a 17-45 év közötti munkaképes német származású férfiak és a 18-30 év közötti munkaképes német származású nők mozgósítását. Eszerint hadbíróság elé kerülnek, akik kivonják magukat a mozgósítás alól, és családtagjaikra, továbbá bűntársaikra is szigorú megtorlás vár. Rózi néni, Hajde Rozália. Fiatal lány volt, amikor elvitték. 3 év után térhetett haza. Úton a tábor felé Romániában egyszer lemaradt a vonatról. Kiabálva futott a vagon után. Sokáig kérdezték, miért nem szökött meg? Ő se tudja. Akkor ösztönösen cselekedett, kétségbe esett fiatal lányként, nem volt semmije, főként tapasztalata. Nem tudta, hogyan élhetne túl egy utat hazafelé. Azon az éjszaka majdnem kikaptam, hogy hát én nem tehettem róla. De, hát mert mi voltam fiatal, nem volt tapasztalt, hogy talán még ott is elbújhattam volna. ...212 ember, 114 nő és 98 férfi. 24-en közülük még 18 évesek sem voltak. 4-en pedig éppen, hogy túl voltak 15. életévükön. Még soha nem határozta meg emberek sorsát ennyire a véletlen, mint 1945. január 23-án. Minden egy dobszóval kezdődött. Kidobolták a faluba, hogy összeírás lesz, valamint azon kívül háborúval kapcsolatosan, hogy áll a háború és mikor lesz annak vége. Erre kíváncsi volt mindenki, és apra olyan nagy, tehát aki csak tudott menni, mentünk az iskolába. Apukánk nem volt, akkor halt meg, mikor mink születtünk, a szikrek voltunk még. És akkor utána mégis csend lett. Már azt mondták, most már lehet menni a templomba. Tirk Annát és testvérét más fiatal lányokkal együtt sokáig bújtották egy kamrában. ...1944. december 14-én román csapatok érkeztek a községbe, Mád irányából, majd hamarosan megjelentek a Vörös Hadsereg katonái is. A hír elérte a falut is, a lakosság félt és várt. A szülők igyekeztek gyermekeiket biztonságba helyezni, a lányokat rejtegették. Az élelmet titokban, az éj leple alatt vitték számukra. Féltették őket, már csak akkor merészkedtek ki, amikor azt hitték, csend van. Nem volt az. Ruhánk se volt, gyerekek. Egy szép ünneplő ruhánk volt, se bugyi, semmi nem volt rajta kakarába. És elmentünk a templomba szépen felöltözve. És még oda már nem jöttünk vissza. Oda betereltek az iskolába, de már körül voltak a rendőrök, a lovas rendőrök puskával, de még azt nem tudjuk, hogy mi lesz, csak bezavartak az iskolába. Akik a templomban voltak, mind oda mentek. És akkor még nem is voltunk felírva, nem is szólítottak minket, mert 16 éven alul voltunk még. Rajzer György nemzetőr volt. Itthon maradt, akkor, amikor a fiatalokat mind elvitték Szlovákiába. Az öccsét is, aki egy év múlva hazatért,
ő csak 3 év múlva. Szótírozták a jó népet olyan formában, hogy öregek, fiatalok, vagy mit tudom én, munkaképesek, nem munkaképesek, vagy állapotos asszonyok, vagy nem állapotosok. Szóval végén mégis besikerült, úgyhogy 2 állapotos mégis velünk került ki az Oroszországba. Édesanyám udvarára rászállott a bánat. 32 édesanyát hurcoltak el, köztük terheseket is. Azok, akik az összeírásnál gyermekeikkel érkeztek, azok szabadon távozhattak. Azok azonban, akik alvó gyermekeiket nem akarták felverni, évekre kénytelenek voltak lemondani a nevelésükről. Hogy tűrheti ezt el a teremtő? Az egyik gyereket akartam vinni. Akkor anyosom, mert ő lakta, ővel laktunk anyosommal, mert a férjem a háborúban volt, mondtam. Akkor mondtam, hogy viszem a gyereket, akkor ki tudja, hogy mit akarnak, hogy fel akarnak írni a nevemet. Akkor azt mondja, minek vinéd a gyereket ebben a nagy hóba, hideg van, hideg volt, nagy hó volt. Akkor nem engedte, akkor egyedül mentem. Azt mondta, hát mindjárt fogtok jönni. Csak alá kell írni, akkor fogtok jönni. Haza. A kislányát soha többé nem látta. Akkor becsukták az ajtót, rácsukták. Akkor már mi nagyon sírtunk meg, hogy ez nem lesz jó. Hát akkor azt mondták, hogy ne sírjunk. Csak visznek Debrecen mellé romot takarítani. Vártak. Sokáig nem tudták, hogy mire vártak, később kiderült az, hogy nem elegendő számukra az a létszám, ami az iskola épületében összegyűlt, ezért a katonák a helyi nemzetőrök segítségével végigjárták a házakat, és a korosztálynak megfelelő embereket, tehát 17 és 45 közötti férfiakat, 18 és 30 közötti nőket keresgéltek. A második nap így telt el, még mindig nem volt tele az iskolának az épülete, nem sikerült a megfelelő létszámot produkálni, tovább vonultak északra, a szomszédos településekre, és gyakorlatilag az emberek 3 napot úgy töltöttek el az iskolába, hogy nem tudták, hogy mi lesz velük. Minket berökött az az őr, és csak így hátra néztem, anyukám tudott meg németül egy kicsit, vagy nem tudom, mit magyarázott annak a szuronyos őrnek, és csak annyit csináltam, nem is mertem hátra nézni, akkor anyukámat jól megrögte, úgyhogy ő ott biztos el is esett, vagy beteg lett, de azt nem tudtunk semmit. január 26-án hajnali 4 órakor az elkeseredett embereket 4-es sorokba állították, és elindították őket Szerencs felé. Nem lehetett szökni, mert egy lovas katona és egy civil katona ment. Úgyhogy majd csak 10-20 méterre voltak a katonák tőlünk, ilyen szorosan mentek. És mert mikor vittek az úton, édesanyám is ott volt, a templom a szembe, ott laktak a szülei. És hatalmas nagy gesztenyafa volt elől a kertbe, és ő is kiabált nekem, hogy Katili, Katili, szaladjatok el, Katili, szaladjatok széjjel, kiabált. Az orosz, a lovas meghallotta, hogy honnét jön a hang, szaladt,
De ugye elől a kert be volt kerítve, és a ló ütött a lovat, én néztem, én ott voltam a sorba, de nem ugrott át. Úgy, hogy nem tudom, mit csinált volna édesanyámmal, ha átugorta volna a kerítést. A Rátkán összegyűjtött embereket a bíróságra vitték. Töltöttek úgy 4-5 napot. Hányan lehettek? Talán 2000-en is. Hogy a csodába tudtak innen megszokni, amikor fegyveres űrök vigyáztak rájuk, és még kutyák is voltak. Mellesleg nem is olyan alacsony az a fal. Kapaszkodni sem lehet semmibe. Én is már ott álltam. Már nyújtottam a kez előttem, és egy asszonyt emeltek ki, annak sikerült, haza is jött. Akkor már fogta két ember a kezemet, hogy már hogy felemel, és át. Erre édesapám oda toppant, azt mondja, Katili, nem menj, tudod, hogy anyukádat felakasztják akkor otthon. Nem menj. Hát így visszahúztam a kezemet, és akkor. És ahogy visszahúztam a kezemet, lejöttem a hordóról, már az egyik lábam fent volt, és a kezem is, visszaléptem. Utána jött az orosz abba a pillanatba. A bíróság épülete udvara, hátul a fogdák, tele volt a környékről összeszedett emberekkel. Közöttük gyorsan terjedt a hír. Nem is Debrecenbe, hanem Oroszországba viszik őket. Innen a szerencsi tranzitállomásról több mint 4000 civilt szállítottak a vonatok a szovjet kényszertáborokba. Rátkaiakat, tarcaliakat, bodrogkeresztúriakat január 31-én, az abaújszántóiakat 2 nappal később indították el. Szerinted van még ilyen vagon valahol? Kell lennie. Nem valami nagy 40-50 ember számára. 17 napot hogy is bírtak ki így összezsúfolva? Minden vagonban voltunk 40-en, 44-en, egy marha vagonban. És ami a legszomorúbb volt, hogy jó, rendben van. Benne vagyunk a vagonban. Illetve ablak ugyan volt, valami kis izéjük, szelőzőjük, de az, hogy szükségleteinket, hogy végezzük el? Azt mondja, nálunk szerencsére az egyik illető. Van nálam egy baltart, nagyon jó lett. Kivágtuk a vagon alját, kifaragtuk, és ott végeztük szükségletünket. De hol nem volt? Nem volt balta, stb. Nem is tudom, hogy volt akkor. Magyarország az én hazám, itt nevelt fel apám, anyám. Itt ringattak a bölcsőbe, e szép honnak szent ölébe. Azért oly szép ez a világ, mert a szíve Magyarország. Nincs is több áldott hona, ez a földnek minden java. A vidék Magyarországán végig söpört a deportálások rettenete. Asszonyok síratták férjüket, anyák gyermeküket. Január 23-án éveken át tartó reménykedés és bizonytalanság kezdődött. Családok bíztak a végsőkig, szerettük hazatérésében. A Dnyeperen átkelve sokan arra gondoltak, hogy a nagy folyóba beszejtik őket. Kelet-Ukrajnán keresztül a vagonokkal 1945. február 17-én érkeztek meg a Doniszén medencébe. A rátkaiak többsége számára ez volt a végállomás. Két láger volt. Az egyik Uszpenka településen ide 300 internált került, a másik Vorosilovka, ami 1200 elhurcolt lakhelye lett éveken keresztül. A rátkaiak közül is a legtöbben itt voltak. A lágerben
se ablak, se visele volt, se ajta, se... Csak ezek a rossz pricsek voltak. Úgyhogy alul volt egy fekvőhely, meg egy emeletesi hotel is volt, prics. Úgyhogy két sor volt, lehetett aludni. Három szár deszka jutott egynek, de semmi alatta, semmi alatta. Mint majd megfagytunk, és nem is tudom, hogy bírtuk ki. Elkészült a munkabeosztás. Láger, bányák, fatelep, kolhoz. A lágeresekhez tartozott a konyha, fürdő. Ők takarítottak, hordták a vizet és a szenet a konyhára. Ott még májusban is volt hó, és ha már hó nem volt, akkor meg a láger sarkában volt egy igen nagy gödör, és az is tele volt, hoval abból főzték a kaját, és sokszor a levesben benne volt a, amit a homokféle. Na, mert azt nem lehetett tisztán oda vinni. Ha így vittük az övükbe, meg az emberek is, a konyhára a havat abból főztek eleinte. A szalálmány ott halt meg a sok nép. A foglyok nagy részét bányában foglalkoztatták. Az ötös a hírhet bányák közé tartozott. Nagyon meredek volt. Szinte csak csúszva lehetett megközelíteni. Emellett nap mint nap komoly küzdelmet kellett folytatni az állandóan betörő vízzel. Ez az ötös bánya, ez volt vagy 6 kilométer a lágertől. Mire odaértünk, akkor elfáradtunk, és télen a hideg, majd megfúltunk, ha a vihar volt, vagy nagy hóba is, a zúzmara által, mert majdnem a szemünk befagyott. Olyan elfáradt voltunk, mire odaértünk. Egyik fára, a másik fára léptünk, még létre sem volt az, hanem ahogy ki volt ácsolva, úgy léptünk lefele. Egészen 250-300 méter körül volt, milyen volt a kettes bánya, és akkor megmutatta nekem, hogy kell ácsolni, megmutatta, hogy kell vágni a szenet, és akkor úgy, hogy én akkor utána végig vájárként dolgoztam. De hogy tudtunk abban 50 centibe belebújni? Az az érdekes, hogy visszagondolunk, hogy tudtunk oda be. De az esett az eső, felülről szaladt a víz, alattunk szaladt a víz, ugyanár végig esett. Hogy ennyi kis szárazság, mint köröm alatt a feketeség nem volt rajtunk, mikor kijöttünk, és akkor volt 39, talán 40 fok is hideg, mert úgy megfagyott a ruha rajtunk, hogy mint a csont, mire hazaértünk. A bányászok munkája nagyon nehéz volt. Mindez csak tetézte, hogy munkavezetőik, köztük magyarok, űzték, hajtották az elcsigázott éhező embereket. Ez a magyar babuskák, ez volt a legrosszabb a magyarok közt. Az oroszok még nem is voltak ilyenek, mint ez a magyar. Hát az ütötte a népet, meg nem is tudom, ha nem mentek darolni keletet, akik mentek dolgozni a bányába, azt ha nem volt meg a norma, akkor ott kellett maradni 12 órát, nem 6-at vagy 8-at. Úgyhogy ha ő azt tudta, akkor püff-paff, nagyon sokat megvert az az ember, hogy még bele is haltak. Legyengültünk. Kaptunk 80 deka kenyeret, aki kint dolgozott a bányába, és az a 80 deka kenyeret olyan volt most, mint a három ujja széles. És azt minden reggel megettük volna. És azt egész napra adták. Amikor nagyon éhesek voltunk, akkor gondoltunk a hazai kosztra. Hogy most édesanyám ezt főzött, meg azt főzött, azt mondja, hogy gyere kisanyám, azt egyél, már készen van. De hát ott nem mondta senki. Csak mentünk a tálkával, azt vártuk, hogy kaját. Néha ki is repítették, ha még másodszor mentünk, hogy na kérjünk még egyszer, mert nem volt elég. Mi volt az időnk este? Megmondjam, a bolhászkodnunk, meg tetvészkedtünk. Két rokon ment a bányába, már a négyesbe vagy az ötösbe, azok az egyik szó a másik, ugye nem baj? Akkor azok benzines lámpával mentek. És a nagy lényem könyögött, hogy csak egy kicsit öntsenek ki, hogy nekünk akarja a fejünket be
bedörzsölni a benzinnel. Gondolhassa, hogy mit csinált az a bőrünkkel. De megdöglöttek a tetők is. És a Poloskával mit csinált, azt mondták, hogy azért van a testvérének annyi, mert édes a vére. Ez meg hozott egy lisztes zsákot, amiben valamikor a búzát meg a lisztet tettük, ha mentünk az őrlőbe. És akkor a testvéremnek belekelt egy bújni, drága csillag. És a négyem összekötötte felül a gondolhatsa, mi volt abban a zsákban, majd meg fúlt. De nem tudom, meddig volt benne. És akkor nem tudom, hány időre kinyitotta ezt a zsákot. És kérem szépen, a poloskák meggyögöltek. Borzasztó volt az, aki meghalt ottan. Aztat messze lente temették el. Megásták a gödröt, mint a kutyának, és ha levették még azt a lepedőt, se engedték rá, amit ráborítottak, azt meg ott lengette a szél rajta, ahogy ment a sorogján kifele. Beborult oda a gödörbe, az kész. Azt sem mondta neki senki, hogy nyugodj békébe. Még nyöszörgött is némelyik, megmozdult, ahogy leesett az a száraz csontja, mozgolódott. Nem volt gyízes temetése senkinek. Csendes alkony száll a földre, munka és gond elpihen. Édes Jézus, hozzád jöttem, pihenni szent szíveden. Ha látnák, hogy nincs sír, senkinek sincs hantja, gödörben nyugszanak egymás hátán hegyén, 20 vagy 30-an, amennyi belefér. Nyomtalan eltűntek jeltelen kupacban. Tömegsír, magyar sír. Tömegsír, magyar sír. Ki rájuk kaparta ezt a rögös földet, ki betakarta, az sem tudna többet. Békében haltak meg, mégsem volt ravatal. Itt fekszik, itt porlad sok ezernyi magyar. Sok ártatlan magyar, sok védtelen magyar. Onnan hazajön minden elsőjén, minden tizedikén, az volt a vécehír. Fogtok hazamenni, elsőjén, jött az elsője, nem jöttünk haza, jött a 15-e, mentek haza, csak nem jött sose. Na, amikor hazajött, akkor már majdnem 3 évig ott voltunk. Átléptük a magyar határt. Ki a bázi, a Baffer, vagy minek mondják, aki, a vasutas, aki az állomáson volt. Drága testvéreim, magyar földön vagytok. Mindenki elkezdett kiabálni, meg sírni örömébe. ...1947. október 29-én, a férfiak pedig november 1-én érkeztek haza. Debrecenben volt az első nagy állomás, ahol megálltak, itt megvizsgálták őket, ellátták különféle papírokkal, 5 forint, illetőleg a későbbieknek már 20 forint gyors segét
adtak az új életnek az elkezdésére, és a fülükbe súgták azt, hogy ha jót akartok magatoknak, akkor az elkövetkezendő időszakban hallgatni fogtok, csendben maradtok, nem szóltok arról, hogy mi történt veletek Oroszországban. Úgy beszéljek, hogy a nyelvem kivágják, ha rosszat mondok. Hát arra is kellett vigyázni. Nem szabad volt rosszat mondani, ha hazakerülök is. Sokáig nem is beszéltem senkinek se. Dolgos, néma évek következtek. Mindenki csendben élte életét, féltette családját, nem akarta kinkeserves évekről beszélni. Ahogy hazakerültünk, enni. Éjjel-nappal enni. Egy hónapig feketét köpte. Nem bírt kitisztulni a tüdőm. Egy hónapon keresztül. Én voltam, hogy 70 kiló, vagy mennyi, akkor 35 kilóval jöttem haza. Nem volt emberi ábrázatom. Féltek tőlem, nem ismertek, még a férjem se. Ők vártak szerencsén. Élni akartak természetesen ezek az emberek, ezért ezeket a szavakat betartották. De a élni akartak azt is jelentette, hogy a következő esztendőben, 1948-49-ben soha annyi házasság nem köttetett Rátka történetében, mint éppen abban az időszakban. 1950-ben ennek eredményeképpen Rátkán 46 gyermek született. Nehezen tudtak megnyílni az emberek még akkor is, mikor már nem kellett a megtorlástól tartani. Ezeket a gátakat a rendszerváltás szabadította fel valamelyest, de ekkor sem önmaguk találtak kötélnek az emberek, is mesélték el szomorú 3 éves történetüket az oroszországi eseményekről, hanem kérdésekkel kellett kiszedni, kihúzni belőlük, nagyon nehezen nyíltak meg. A sváb emberben egyébként is van egyfajta zárkózottság, és ezt a zárkózottságot még tetézte az a félsz, az a súgás a fülbe, amit annak idején 1947 végén Debrecenben hallottak. Végképp nem lehet. Nem lehet. Végképp nem lehet. Én is hazahoztam ezt, hogy nincs szemem, ezt is ott szereztem. Ilyeneket nem lehet megbocsájtani. Az Istent kell kérni, hogy bocsásson meg ő nekik, amit csináltak. Vagy ők kérjenek a jó Istentől bocsánatot. Nem úgy van? Mert az kegyetlen ember volt, aki ezt kitalált, hogy minket el kell vinni. De mindig azt mondták, hogy azért, mert svábul beszéltünk, vagy svábok vagyunk. Hát máshol, Pesten meg Györegyházán hol vannak svábok? Azt megint mentek el onnan is, mindenhol, az egész országban. Vom Himmel ojt ein heller Mondeschein, Abend in mein dunkles Kämmerlein. Magyarországról körülbelül 800 000 embert hurcoltak el a Szovjetunióba. 600 000 hadifoglyot és 200 000 civilt hurcoltak kényszermunkára. Ennek harmada, 60-65 ezer fő a német származásúak aránya, akik közül több tízezren soha nem térhettek haza. Rátkáról 212-t vittek el, csak egy kis munkára. Kevesen vannak, akik még ma is élnek. Minden mondatuk történelmi jelentőségű. Miközben elfelejtenék, ami velük történt, sajnálják, hogy a sokáig elevenen élő emlékek és részletek megkoptak az évek alatt. Nem kérdezték őket. Talán ők maguk se akarták elmesélni. Lehet, el sem hitték volna nekik. Ők tényleg túlélők. Nehéz terhüket pedig egy-egy életen átcipelik, ahogy szülőfalujuk is. A történetek, emberi sorsok, mint lábnyomok a megkövült aszfalton, úgy hagytak nyomot ezen a kis zemplényi falun. Sie
Deutschland. Sehen wir uns nur ein einziges Mal. Und ich fand mein Mädel in der Heimatstadt, die ich mir stets so treu geliebet hat. Und ich fand mein Mädel in der Heimatstadt, die ich mir stets so treu geliebet hat. Mein stilles Tal, o du, mein Heimatsland, sehen wir uns nur ein einziges Mal. O du, mein stilles Tal, o du, mein Heimatsland, sehen wir uns nur ein einziges Mal. Wenn das Abendglöcklein läut zur guten Nacht, hab ich tausendmal an dich gedacht. Wenn das Abendglöcklein läut zur guten Nacht, hab ich tausendmal an dich gedacht. Mein stilles Tal, o du, mein Heimatsland, sehen wir uns nur ein einziges Mal.